Már több millióan látták világszerte azt a videót, amelyben Bojki Balázs és kórusa rögtönzött énekkoncerttel lette meg a 19-es villamos utasait. Jelen pillanatban most ezt a felvételt láthatjuk. A következő percekben a Flashmob megálmodójával, Bojki Balázssal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hogy jött ez? Mennyire volt ez megtervezett, ez a Flashmob? Teljesen. Százszázalékosan, mert szerettük volna ezt önmagunkból ki. Szereztél egy villamost. Igen, először is kereszt, végy egy darab villamost, és jól kevert. Szóval a lényeg az, hogy szerettünk volna tényleg egy ilyen, egy reakció érdekelt volna igazából. Testvéreimmel bejártuk a világot, és sok mindent csináltunk, meg láttunk már. Tehát úgy kezdtük a pályafutásunkat, hogy a halászbástya előtt megálltunk, és akkor mindenki régen kalapozott. És akkor mi énekeltünk egy nagyot, és elszaladtunk, nem hagytuk, hogy... Tehát nem az volt a lényege, hogy most mi ott kalapozzunk, hanem hogy mi lesz a reakció. És hát ennek különböző sorozatai vannak, meg még lesznek is majd, amivel találkozhat majd a nagy érdemű, hogy különböző olyan most helyszínek, ahol senki nem gondol. Hát karácsonyig előfordulunk elég sok helyen, tehát így felbukkanunk, úgyhogy lehet vigyázni, ilyen rettegjenek tőlünk a pacsírták mindenki, mert széténekeljük a világot, de hogy tehát valóban az volt az izgalmas itt, olyan sok komment érkezett, fantasztikus, nagyon sok ember ráugrott, és ez egy régen készült videó egyébként, de hogy bármint úgy értem, hogy nem most készült hirtelen nyilván, és hogy hát ilyen kifogásolták, hogy ez nem ugyanaz a villamos, amire felszállunk, hát ez egy óriási munka volt ezt megcsinálni, és de tehát igazából tényleg az összegyűjtött reakciók voltak nekünk a fontosak, hogy mi történik egyáltalán, mit csinál egy ember, elkezd énekelni és velünk együtt. Elkezd énekelni, minimum odaáll, leesik az álla, furcsán néz, akkor van, aki látszik, hogy így méricskél egy picit, de aztán közelebb csak oda... húzza a táskáját. Igen, hogy... de aztán utána közelebb áll, olyan, mint hogy igen. A tűz mellé állna oda. Tehát, hogy valahogy úgy oda kell jönnie mindenképpen a csapat köré, és ez mindenhol így van. Nagyon naív a kérdés, hogy nem segítene itthon talán többet nektek, hogyha magyarul énekelnétek? Ez olyan jó, tehát olyan jó, hogy ilyen rengeteg komment, meg folyamatosan a pályánkat is a testvérem végigkíséri ezt, hogy hát miért angolul énekelünk. Hát, nem az egy gond, vagy nem csak, hogy talán nem, közelebb... Az egész világban koncertezünk, jövünk, megyünk, a repertoárban rengeteg magyar dal van. Ez a dal, ez az egész világon ismert Amazing Grace, a legtöbb nyelvre lefordított gospel spirituálé nóta, egy tradicionális nóta, és azért választottam ezt a dalt, hogy ha ez nemzetközi vonulat, egyébként több millióan nézek meg Amerikában is, tehát hogy ez egy ilyen internacionális történet. Sokáig külföldön nem is tudták, hogy Budapest, tehát hogy mondták, hogy de ez Berlinben. De nem olyan neked is az Amazing Grace, amit de egyszerűen persze nagyon-nagyon szabad, csak gondolom biztos volt ilyen komment is esetleg. Is. Tehát, hogy ne énekelni. Írunk magyar gospeleket, tehát ez feladat, ezt átfordítani, csak van, amikor ez kézenfekvő. És kik fogékonyabbak, a fiatalabb korosztály, vagy az idősebb generáció? Vagy maga ez a dalnak és a szeretet erei, hogy összekovácsolja az embereket? Hát a dolog lényege, hogy tőled függ. Tehát nem a befogadótól függ, hanem attól függ, hogy te ki vagy. És hogy önazonos vagy, miközben énekelsz, és tényleg tehát, hogy nem arra, ez arról szólt, amit látsz, tehát hogy írják, hogy ez egy megrendezett, hogyha ez nem, tehát mínusz 5 fokba, 3 órán keresztül villamoson oda-vissza menni egy stábbal, aki fekve a földön, minden, hogy ne látszódjon, tehát ez egy óriási, hatalmas móka volt, és ezen kívül pedig, tehát hogy ezt énekelni nem lehet nem szívből, legalábbis én nem ismerem azt a fajtáját, amit érdemes, és ez látszik, tehát hogy a hallgató abban a pillanatban, hogyha azt érzi, hogy ez önazonos, olyan energiákat, bocsáss meg, hogy közbevágok, olyan energiákat szabadít fel az éneklés, amiről én magam nem gondoltam volna, mielőtt a nagy duettben nem szerepeltem, én addig egyáltalán nem mertem énekelni, mert mindig azt hallottam, hogy nagyon rossz a hangom, tehát hogy ne énekeljek. Ami ugye nem változott. Ami a beszédhangom jó, de tényleg nem változott, viszont én egyszerűen elsírtam magam, amikor először énekeltem, hogy mertem énekelni, olyan energiákat szabadít fel az éneklés, olyan spirituális ereje van, amit biztosan megtapasztaltatok ti is. Hát az egész módszertan, amivel ezt az egész csapatot, meg a gospel kórusokat, meg amivel tanítok, az pont erre épül, hogy mitől, vagy másképpen próbálom ezt az egészet én magam is értelmezni, meg azoknak az embereknek átadni, akikkel foglalkozom, vagy akikkel dolgozom együtt, és akiknek szeretnénk valóban odaadni az éneklés örömét ebben az országban. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon nagy szívügyem, ez ha sokáig élek, akkor sokáig fog tartani, hogy gyakorlatilag a levegő,
ami az élet funkciódnak a majdnem a 60-70%-át odaadod éneklés közben. Tehát ez az szabít. Sokáig beszéljünk még van. Ilyenekről. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt be tudtuk mutatni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.